Szeretettel üdvözlök mindenkit, szépen összejöttünk. Most mindjárt szólok egy-két szót, hogy minket a rejtélyek és a titkok. Ugye az egyik szerepe ennek a címnek az, hogy minél több ember érdeklődjön, hogy itt különféle rejtélyek, de azért van elég rejtély, és meg kell, hogy mondjam, hogy ha a múlttal foglalkozunk, és tegyük hozzá, hogy a jövővel is, akkor minden a titkok és rejtélyek kategóriájába tartozik. Mert nem tudhatjuk, hogy mi volt a múltban pontosan, még annyira se tudjuk, hogy a jövőben mi lesz, és még a jelen is produkál rejtélyeket. Most azzal kezdeném bevezetőként, hogy mit védünk és miért. Most ez ugye az állam azt szabályozza, jogszabályokkal a kulturális örökség védelmét, ez a 2001 évi 64. törvény kulturális örökségről. És azt kell tudnunk, hogy a műemlék a kulturális örökség épített eleme. A minket érdeklő része a régészetre és az épített javakra, építményekre terjed ki. Itt van egy idézet a törvényből, a műemlék olyan nyilvántartott műemlék érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal, vagy egy törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak. Most itt ugye mindjárt van egy dupla meghatározás, itt a jogászok sajátos módon megpróbálták a műemléket egy mondatba belezsúfolni, hát ez így se sikerült, meg szerintem nem is olyan jó ötlet. Na most ezt a törvényt és több kapcsolódó rendelet, meg egyéb rendelet van, amiben érintettek a műemlékek, a hivatalos örökség, illetve műemlékvédelmi szervezetek hivatottak betartani. Most, hogyha megpróbáljuk meghatározni, hogy mi egy műemlék viszonylag közérthetőbben, akkor a következő jellegzetes dolgoknak kell megfelelni, hogy valamit műemléknek nevezzünk. Először is egy történeti kornak kell, hogy jellegzetes alkotása legyen, ez ugye egyszerűbben régi legyen. Egyedi kiemelkedő művészettörténeti értéke van, építészeti korszakának, stílusának, módjának jellegzetes műve legyen, vagy kiemelkedő történelmi eseményekhez, vagy személyekhez kötődik. Mindenképpen az adott közösség identitásának jelentéshordozója is lehet, például kulturális, vallási, nemzeti, nemzetiségi jelleggel, vagy egy tájnak, egy vidéknek, egy régiónak a jellemző példája, például egy népi műemlék, vagy tájjel, azaz ez egy idegen szóval landmark szerepe van, tehát egy olyan jellegzetes építmény, ami egy természeti tájba vagy egy épített környezetbe beleillik, és a másik az, hogy lehet egy festői hatása az adott környezetben. A fenti tulajdonságok külön-külön vagy együttes jelenléte indokolhatja a műemlék meghatározást és a védettséget. A műemlék védettsége lehet egyedi, és úgy is lehet védett, mint környezetének eleme. Vannak kategóriái, van első osztályú, másodosztályú, harmadosztályú, ez gyakorlatilag a régi meghatározások volt. Műemlék jellegű és városképi védettsége jobban és közérthetőbben lefedi a védettségeket. Jelentősége szerint pedig van helyi, országos és nemzetközi védettség is, a nemzetközi legismert a világörökség része. Funkciója szerint is kategorizálhatjuk, így népi, ipari, vallási, kertészeti, várak, kastély, bármilyen rész kategóriát meghatározhatunk. Helyük szerint is, hogy Pest megyei, Nógrád megyei, és keletkezés ideje szerint is, hogy őskor, ókor, középkor, újkor, stb. Most hogyan kezdték el hivatalosan védeni a műemléket? Az első magyarországi
országos szervezet, az 1881-ben alakult meg, Műemlékek Országos Bizottsága néven. Ez működött tulajdonképpen a 40-es évek végéig, és 57-től az OMF-nek nevezték, Országos Műemlék Felügyelőséget, amely egybe volt nyilvántartó, kutató, tervező, restaurátor és hatósági szervezet is. A rendszerváltás után több néven és szervezeti formában, úgy mint Országos Műemlékvédelmi Hivatal, Forster Központ, stb. Ez az integrált szervezet sajnos megszűnt. Jelenleg a kormányhivatalok építési osztályaiban integrált műemlékfelügyelet működik. Ez az állami szervezeti forma jelenleg is változás alatt van. Éppen március 1-én indul egy újabb műemléki törvény, amennyire tudom. No, ezért nem is érdemes tovább beszélni, majd kiderül, hogy ez hogy fog működni a jövőben. A helyi értékvédelem körébe tartozó emlékek védelmét a képviselő testület határozza meg, és védelmi az illetékes építési hatóság, valamint a főépítési iroda biztosítja. Megkérdezhetjük, hogy akkor a helyi értékvédelem körébe tartozó emlék, tehát nem műemlék? Dehogy nem, csak hát nem a szigorúan vett jogi kategóriája szerint. Tehát a fenti ismertető jeleket, amit elmondtuk, a társadalom jó része azért látja és értékeli is, meg jó esetben igyekszik védeni is. Hogy kezdődött ez? A régi korok iránti érdeklődés mindenkor létezett. Hát ebből már legismertebb, amikor a reneszánsz kezdetén Vitruvius 10 könyv az építészetről művében az antik római épületeket, műtárgyakat kezdte el vizsgálni, rendszerbe szedni, és ennek eredményeképpen jött létre tulajdonképpen egy új építészeti korszak és stílus, a reneszánsz. A modern értelembe vett régészet és műemlékvédelem kezdetei a 18. században tehetők, és a polgári gazdagodás, a gyarmatosítás, az ipari forradalom, és az ezeknek a nyomán beinduló globális hódító háborúk során a műveltebb hadvezérek, uralkodók felfedezték régi korok monumentális alkotásait, és megkezdődött azok begyűjtése, múzeumokba szállítása. Hát erre csak két példát, közismert példát mondok, a Napóleon hadsereg Egyiptomból elhozta ezt a luxori obeliszket, és ezt felállították Párizsba a Concord téren, vagy a British Museumban az Elgin márványok, ami a Parthenon homlokzatát díszítették, azok a legismertebb ilyen példák. Megjelentek ebben a korban a régi kifejezése az odondászok, ez egy érdeklődő amatőr gyűjtők, polihisztorok, sőt amatőr régészek. És ezek között egyik leghíresebb a Schliemann, aki tulajdonképpen egy kalandor volt, aki hát mindenféle tanulmányok után, jogi tanulmányok, stb. Után tulajdonképpen fegyverkereskedő és lőszerkereskedést folytatott az oroszokkal Szentpéterváron, aminek az eredménye, hogy az lehet, hogy meggazdagodott. Most ugye az, hogy az ember ódondász legyen, meg ebbe eredményt is érjen el, az nem árt, hogyha jó anyagi helyzetben van. Most hát ő tulajdonképpen az akkori tudományos világ fejcsóválása mellett ő elhitte az Iliász és Odüsszeia leírásait, és 1871-ben megtalálta Tróját. Valamint kidolgozott amatőr régész létére számos olyan ásatási eljárást, amit a mai napig a régészet használ. Ebből van egy kicsikét vicces történet, vagy legenda, hogy ez a kedves Schliemann, a német amatőr régész, egy szál ilyen kicsi rajjá olvasott Iliász és Odüsszeiával hajóra szállt, és kezdte követni az útvonalát a leírásnak. Nos, ennek a hosszú, több hetes hajókázás után
megérkezett Törökországnak az észak-keleti partvidékére, ami egyébként Troász néven futott, mint egy régió, és ott kiszúrt egy dombot, hogy na, ez alatt lesz Trója. Hát felment a dombra, és mi történt? Kit talált ott? Egy angol régész természetesen, aki már hetek, hónapok óta ászogatott ottan, de nem talált semmit. Na most, ez vagy igaz, vagy nem. De a lényeg az, hogy ő elkezdett ásni, neki megvoltak anyagi eszközei hozzá, meg volt a pénze, hogy részlesen, és meg is találta végül is több réteg alatt a Trója romjait, abban is több egymásra épült város. Csak a Trójához, csak az azt színesítésként azt teszem hozzá, hogy nem csak az angol régész története, hanem a magyarországi Szikambria, ami ugye az a város volt, aminek a tetejére vagy a romjaira Árpád vezérünk is építkezett, az állítólag, bizonyos legendák szerint, a Trójából menekülő trójaiak városa volt, mert ugye merre menekültek volna, másfelé, Magyarország felé migráltak, ugye, és közben itt építettek egy várost, és utána pedig hát természetesen elmentek és megalapították Párizst. Ugye, tehát ez világos, de nem csak ők, hanem ezek után az olaszok is, a Rómát, meg angolok is, mondták, hát természetesen Trója Angliában volt, hát hol máshogy lehetett volna, tehát az érdekes. Majd pillanat, még visszamegy kortyon. A magyar műemlékvédelem megalapítói legszélesebb műveltséggel rendelkező, az akkori legjobb egyetemeken képzett tudósok, polihisztorok voltak. Nem meglepően, ugye ezek a klérusz tagjai voltak, tudós papok, ugye akiknek kellett tudniuk latinul, görögül, héberül, olvasottság, történelmi, építészettörténeti ismeretekkel kell rendelkezni, nagy érdeklődéssel minden irányába. Ugye, tehát itt van Rómer Flóris, Ipai Arnold, mint a leghíresebb emberek ebbe a témába, Henselmann Imre, aki építész van. Sőt, ugye, és van itt Arányi Lajos, aki antropológus, patológus volt, de hát ő is úgy kezdte, hogy jogásznak tanult, aztán kitört egy járvány, és akkor nagyon ápolta az embereket ebbe, és akkor orvos lett belőle. És azon kívül, hogy kitűnő első osztályú patológus volt, annyi ideje volt valahogy, hogy Magyarország és az akkori birodalom területét bejárta, és a látható műemlékekről vázlatokat készített, feljegyzéseket, stb. Az érdekes, hogy úgy, mint antropológus, itt mindjárt van egy titkunk és egy rejtélyünk, hogy volt egy 5 éves kisfia, aki meghalt, és nem tudta elengedni ő lelkileg, és bebalzsamozta, fölöltöztette, itt látszik a fényképe, és az íróasztala mellé ültette, egész élete végéig ott ült. Most ugye ez a korszak azért volt érdekes, mert a 19. századot tulajdonképpen a régi valláserkölcsi mentalitás, az már visszahúzódott a tudomány javára. Tehát az akkor ilyen nagyon nagy tudással rendelkező emberek már úgy érezték, hogy a tudomány nevében mindent szabad és lehet, és nem éreztek ilyen szempontból. Na, hát akkor most ezek után, bevezető után próbáljunk meg Solymára nézni. Solymári helyi építési szabályzat, ugye ez a HÉSZ, művi értékvédelem címszó alatt foglalkozik vele. A következő kategóriák vannak, nyilvántartott régészeti lelőhely. Ugye Solymán ez is elég sok van, mert ugye ebből közismert, ugye az Oson területén voltak ásatások, itt található római sírkövek is közelbe kerültek elő.
tehát ebből elég sok van. Műemlék, kimondottan első osztály műemlék, az három darab van. Ez a három darab, ez a helytörzseti gyűjtemény épülete, a római katolikus templom, és ugye helyi jelentőségű védett emlék, pedig 37 darab van, meg részlegesen védett, itt is kategorizálják H1, H2, H3, helyi értékvédelmi terület, helyi utcakép védettség szintén van. Ez ahogy akkor a harmadik, az a vár. Most az, a temetők azok eleve védettek, mint kegyeleti helyek, és a területükön található síremlékek egyedileg is védettek lehetnek. Ugye itt Szolymáron van a Szolymári temető, ami a tulajdonképpen a régi középkori falu feltételezett területének a szélén van, ami ugye ez a Krautgarden, ez is régészeti területnek minősül. A brit temető az úgy nagyjából kiesik a szolymári közönség érdeklődéséből, de ez is nagyon érdekes, mert ez egy második világháborús katonai temető, ahol a Lengyelországba segélyeket ledobó angol Royal Air Force-nak a főleg lengyel katonái estek el a lelőtt Magyarország fölött, a lelőtt gépeknek a legénysége. Most az egy valami, hogy az emlékmű fogalma, ugye az emberek sokszor összekeverik a műemléket, meg az emlékművet. Most ez nem azonos, ez a két fogalom. Viszont ugye az emlékmű, az tulajdonképpen úgy lehetne meghatározni, hogy a közösség identitásának kiemelkedő eseményhez, személyhez kötődő, vagy vallási azonosság kifejezése, vagy valamilyen landmark, tehát tájjel lehet. Ez lehet műemlék is, tehát kaphat egyedi védelmet, vagy helyi védelmet, de inkább helyi egyedi védelem a jellemző. Modernkori emlékművek is készülnek, ezen Szolymáron is van több példa, ugye ezek az ismérvek alapján. Itt van például egy modern kápolna, ami a Fatimai Szűz Mária tiszteletére készült. Ugye a Rókus utcában volt régen egy kápolna, azt tudjuk, amit elbontottak valószínűleg még a téglagyár építése során, de konkrétan nem tudom, hogy mikor. Na most az is nagyon fontos, hogy igen sok ilyen út mentén felállított kereszt van, amelyek sokszor fogadalmi kegyhelyek, tehát valaki valamilyen balesetért és túlélte, vagy valami, és akkor fogadalomból felállított egy emléket. Tehát balesethez, megmeneküléshez kötődnek ezek az emlékek, ebből van ilyen szobor jellegű is, Elis János által restaurált templomtéri szobrot tettem ide példának, ez meg a Horányék keresztje lenne a Grand Arch körforgónál. És akkor átérve védett épületekre, 1895-ben Esztergom kenyérmező budapesti hévvonal került megnyitásra, ezt a vasútvonalat a dorogi szén ellátása céljából is építették, és ez a hév első osztályú típus terve volt, amit Szolymáron is megépítettek 1896-ban. Ez a közelmúltban tulajdonképpen tűrhető minőségben felújították. Most rögtön a vasút mellett látható Niger Károly festőművész építette érdekes házat, a Valkóház néven közismert, tulajdonképpen ezt eklektikus, romantikusnak lehetne nevezni. Később Valkó Arisztid, mint a vár első kutatója,
háza volt, és itt helyezte el a gyűjteményét, amit a vár ásatásból összeszedett. Mindkét kiemelkedő személyiség, ugye Niger Károly festette a templomban nagy képeket. És az épület meg nagyon érdekes részletekkel is rendelkezik, ezek mind indokolják a helyi védettségek. Vannak népi építészeti emlékek, amik szintén helyi védettséget élveznek. Ez a magyar ház, egy ilyen emléktábla is van Magyar Feri bácsi emlékére, és aki ezt megvette a házat, az tiszteletbe tartotta a értékeit és a jellegét. Itt látszik egy Solymári Schwab parasztház a betelepedés korában, körülbelül így nézhetett ki. Itt van a Schwab ház, amit szintén biztos ismertek, mert sok rendezvénynek ad otthont, ezt is szépen felújították. Itt van a régi paplak, új funkciójával kiállító térként és helyi közösségi programok, az iparos egylet szezonális ünnepségeinek helyszíneként is működik. Nekem speciál ez a helyreállítás teszik a legjobban, itt még itt megtartották a régi fedélszéket, ami ugye sok felújításnál már nem nagyon lehet, mert faanyag védelmi szakértő úgy nyilatkozik, hogy már el vannak korhadva a gerendák, és statikailag nem lehet kimutatni igazolni a megfelelőségét, ezért aztán új tetőt szoktak építeni. Ez érdekes dolog, ez a bajor jellegű árbóc, ugye a kék-fehér színekkel, ami Solymár színei is, nem csak a bajor színek, csak itt a helyi iparosoknak a szakmáit jelképezik, és van ugye egy katonai emlékmű, a hősök emléke szintén a templom téren. 2019-ben a több műemlékünk is megújulást nyert. Ugye a helytörténeti gyűjteménynek az épületét, ezt a házat, még 2003-ban újítottuk föl és bővítettük ki ezzel a pincetérrel, ami teljesen új volt, fölötte a színnel és az iroda könnyű szerkezetes épületével, és ez most már nagyon szükséges volt a fedélszék felújítása. Ez egy nagyobb lélegzetű dolog lett belőle, mert gyakorlatilag részben statikai okokból, részben korhadás és elavultság okán ki kell cserélni az egész, majdnem az egész fedélszéket. Tulajdonképpen a régi gerenda méreteket alkalmaztuk, tehát normál ilyen 15x20-as, meg 15x15-ös gerendák voltak, ami erősen megnehezítette a építkezést, és hogy maga a fedélszék nem lesz műemlék. Itt vannak azért megmaradó gerendák, és meg vannak újak is. Akkor végül is már cserepezik. És így néz ki az új fedélszék. A sajnálatos, hogy valaki elkezd valamit építeni, az valahogy nem szeretik befejezni. Ez az ember saját házában is általában így van, de ugye itt is le kell szedni a felerősített deszkákra erősített villanyvezetékeket, ugye az volt kiírva, hogy ilyen fém tálcákra kerüljön vissza a helyére, de hát ez valahogy elmaradt. Mint ahogy a műemlék által előírt kémény visszaépítése is elmaradt. Nos, hát itt közben a katolikus templomhoz is éltünk, ugye az is egy homlokzat felújítást kapott, tehát ez úgy indult 2015-ben vagy 2016-ban, hogy hát 7 millió forintunk van arra, hogy a homlokzatot valahogy fessük át. Most akkor ugye elkezdődött a
tervezés ennek, ami hát azért az egy bonyolultabb feladat volt, és egyáltalán nem 7 millió forint, mint ahogy előzetes költségvetési kalkulációk ki is mutatták. Most hát ezt úgy kezdtük el ennek a tervezését, hogy ugye kellett először is egy valamiféle alakhelyes felmérést csinálni. Most hát ennek során ugye hát némi kutatással előkerültek régi rajz is, itt van egy régi rajz, ami egyértelműen mutatja, hogy a templom ez egy titok és rejtély, azért, hogy nehogy elmaradjanak a titkok meg a rejtélyek, hogy ugye ez szimmetrikus, a sekrestye túl, vagy a szentély túloldalán, a sekrestyével szimmetrikusan volt egy másik épületrész. Most ez, ahogy oda van írva, a nagyúrnak a sírboltja volt. Hát ezt az alapító majtényiek használták temetkezésre. Most, hogy ez, hogy itt volt-e benne a maga koporsó vagy kripta, azt ugye nem tudjuk, meg senki nem is emlékszik rá. Ha valaki tudja, akkor szóljon. És tulajdonképpen ezen a rajzon látszik, hogy ugye ez, ahol leszűkül a templom hajó szentélyé, hát ez az oldalon is van egy csigalépcső, és itt is van egy csigalépcső, és itt van az a sírbolt, az a padlóba süllyesztett, ahol állítólag a karácsonyi gróf lett eltemetve. Tehát ez lebontották 1880 körül, mert megsüllyedt ez az épület, megrepedezett, stb. Már nyilván akkor már nem voltak a családtagok, se érdekeltek abban, hogy ezt fenntartsák. Ez ugye a templom a jelenlegi megjelenését 1929-ben nyerte el, amikor egy új torony sisakot kapott valamelyik felújítás során. Azóta, hogy a 80-as években éppen Piri Mátyás csinálta meg a templomnak az akkori új fedélszékét, mert volt egy nagyon érdekes régi fedélszék, amit még Möller István elismerően nyilatkozott róla, amikor megvizsgálta a templomot, de ezt már különféle falazati repedések és feltétlenül a fedélszék avultsága miatt el kellett bontani a 80-as években, és egy modern fedélszék készült. Tehát a karzatról egy kép a templom belsejéről. Most az, hogyha nem tudom, hogy hányan közülünknek sikerült fölmenni a karzat fölé a padlásra, de ez egy rendkívül érdekes látvány a padláson. Ugye ez a torony, ez állítólag részben dokumentálva, részben nem, 1830 körül készült el. Most van ugye a templomban a kegykép mögött, ez egy nagy kép, ami Solymár falut ábrázolja, az oltárkép, és a templom is rajta van. Most a templomnak a tornya is látszik ezen a képen, most hogy azért ez a torony kisebbnek sikeredett, mert a festő az nem formahűen rajzolta meg, vagy azért, mert itt csak egy, ahogy az építészet történeti leírásban is van, egy huszártorony szerűség volt korábban. Ez is egy tisztázandó kérdés. Itt fönn, ahogy fölér az ember, akkor a toronynak a nagy falai hatalmas tégla kiváltásokon nyugszanak, ami nagyon érdekes. Maga ez a modern fedélszék, ez acélgerendákkal és koszorúkkal erősítették meg a templomot. Úgyhogy idén megkezdték a felállványozást és a homlokzat helyreállítását. Itt látszik, hogy milyen állapotban voltak a homlokzati díszítő elemek, amit Rákos Péter restaurált. Ez már építés közben,
Most amikor a felállványozás megtörtént, akkor hát közelről meg lehetett nézni a fedélszék, illetve a cserepezés és a héjállás állapotát, aminek nyomán végül is az a döntés született, hogy egy időben a héjállást is fel kell újítani. Igen, akkor már elkezdtek lehullani a kupcserepek, meg a törmelékkel. És itt például ez egy váfaszaru volt, ez körülbelül ennyi volt belőle, amikor sikerült ezt a kupa szentély fölötti részt lemondani. És akkor végül is a templom elkészült, és a ilyen formában látszik. Itt tulajdonképpen a terv szerint, és ez a valóságban is két színárnyalat van, ez ugye sok vacillálással és műemlék felügyelő részvételével döntöttünk úgy, hogy tulajdonképpen nem nagyon látszik ez a másik szín, ez a sötétebb szín, ott eredetleg ilyen két árnyalattal. Most a templom után, ez itt a Lackl Istvánnak a sírköve, a keszthelyi gótikus templomban. És akkor térjünk kicsit rá a Solymári várra. És ezt még 4 évvel ezelőtt csináltam, akkor volt egy ilyen részletesebb vár előadásom. És ez tulajdonképpen időgrafikon, ami azt próbálja mutatni, hogy itt a tulajdonosok és a királyoknak a korszakai vannak felsorolva. Ugye ez körülbelül hány év volt egy korszak, ami azonos uralkodó alatt volt. Ugye ez volt Anzsú korszak, volt Zsigmond, aztán Mátyás, mint hosszabb időszakok. Most a vár ugye tulajdonképpen e szerint 159 évig lehetett aktív ez a vár. Tehát az volt az élettartama, amíg működött. És utána már eltelt 465 év, mire megint előkapartuk a földből, és lett belőle valami. Tehát háromszoros időszaka volt az elpusztult állapota az aktív állapotának. Most hát egy vártervezést, az ugye nekem ez az első váram volt, és feltehetően az utolsó is, amit építek, tehát nem építettem zsinórba középkori várakat. És ugye hát elég sokat foglalkoztam műemlékkel, de olyan műemlékkel, ami gyakorlatilag a föld alatt volt még akkor is, ez viszonylag kevesebb. Tehát ilyen értelemben kihívás volt ez is. És hát ugye az építész az úgy kezd neki egy tervezéshez, hogy különféle mérnök és egyéb szakágakat hív segítségül. Ugye, tehát itt mondhatnám a statikusokat, ugye, meg mondhatnám a geodétát, ugye, aki felméri a terepet. Tehát itt a legfontosabb személy az a régész volt, dr. Feld István, régészkutató professzor személyébe, aki rendelkezésre bocsátott az 1972 körül, itteni még a dr. Jablonkai István és Valkó Arisztin részvételével folyt solymári ásatások és felfedezéseknek, kutatóárkoknak a régészeti alaprajzát. Hát ez az akkori alaprajz, ez többé-kevésbé, azt mondanám 80%-ig már megmutatta, hogy a vár az milyen kiterjedésű és milyen falnyomvonalai vannak. Volt egy-két érdekes dolog, itt például volt egy szöglet, amit
de ugye azt mondtuk, hogy valószínűleg a Mátyás király itt oszont ki álruhában, és amikor a helyi kisasszonyokat ment látogatni. Ez az egyik rejtély. A másik rejtély ugye az az volt, hogy itt közvetlenül, itt a rajzon nagyon messziről nem látszik, itt van egy ferdekő, ami körülbelül egy 5%-os lejtésbe, kifele lejtésbe van, és mintha lenne rajta két ilyen bevésés. Most ezt a régész nem igazán tudta értelmezni, tehát ez is egy rejtély vagy titok. Én ezt elég egyszerűen megoldottam, hogy a végész mindenféle, nem tudom, lépcsőnek, meg kiárónak, nem tudom, minek tartotta. Nem mondtam, hogy hát bocsi, hát ilyen enyhe lejtéssel, hát mit építenek? Ugye hát a Marci tudja, hát a csatornát, tehát ez arra való, hogy volt a várban is egy árnyékszék, ugye nem szaladtak ki a várból a közeli erdőbe elvégezni a dolgokat, hanem benne a várba kellett. És az a falon kívülre elreszett a dolgot. Tehát miért ne lehetett volna ez egy ilyen, ez a kő, ugye ezen lett volna egy deszka borítás, és azon meg valami ólom, ami elvezette volna a vizet. Ugye több rejtély is van ugye a rajzon, ez volt a később megtalált mélypincének a gödre, hát ez egy elég veszélyesnek tűnő mély gödör volt, olyan nem is nagyon volt tanácsos beereszkedni, és hogy volt ugyanígy egy kútnak is egy gödre. A torony, ugye amikor én is emlékszem, még 2000 előtt fönn voltam, ugye volt tulajdonképpen két és fél méter magas torony maradvány. Volt, aminek ezen az oldalon volt a bejárata, meg volt egy ilyen ferde fal is. Ugye ezekből nem nagyon látszott semmi. Idáig volt kiásva. Akkori régészet talált ezen a területen, a déli fal mellett padló lenyomatokat, tehát gyakorlatilag itt egy téglapadló lehetett régen, és ezen a területen is találtak olyan két kemencét, ami arra utal, hogy itt volt tulajdonképpen a vár ellátásának a konyha, meg tároló helyiségei, meg a katonák szállása. Ez úgy látszik, elvesztett egy kép. Képtelenség. Sajnos. Na mindegy. Most én megpróbáltam itt most ugye kint a várnak, bemegyünk ebbe a palota résznek a alaksorába, ott felállítottunk két ilyen oszlopot, olyasmit, mint ez, és arra a márványra be van vésve tulajdonképpen az építési periódusok. Most ez szerint is, meg hát a logikusan is, ugye következő periódusokat sikerül úgy nagyjából azonosítani. Tehát itt volt a kezdetben ugye Laszki István, aki 1355-ben szerezte meg ez a solymári birtokokat, hát ezek nagy kiterjedésű birtokokra kell gondolni, tehát több falu tartozott ide, per bálig, vagy tehát ez nem valami kis birodalom volt. Laczki ugye a nádor volt ebben az időszakban, tehát a királynak az első embere, és mint ilyen ugye nyilván azért kapott a királyi székhelyhez, vagy Budához közel eső uradalmat, és ennek tulajdonképpen egy magánvárát építette itt meg. Ugye a középkori uralmi rendszernek az volt a lényege, hogy várakat építettek. Tehát azért, mert a várból tudtak egy bizonyos számú katonasággal a környéket ellenőrizni, és begyűjteni az adókat, és sokszor ugye a vár volt a főúrnak
vagy a bárónak a lakhelye is. Egy Szolymár esetében ez nem így volt. Ugye a laszkiaknak az otthoni régiója, ugye az Keszthely környéke, meg a fél Dunántúl is az övé volt. De ugye az egész, ott több vár is volt, a Keszthelynek is volt egy végvára, tehát ő ezt megszerezte, ezt az uradalmat 1355-ben, még Nagy Lajos korában, és hogy mikor építette ezt a kisebb uradalmi központot, ez egy kis valami volt, tehát körbe lett kerítve, és egy valamilyen kis épület került rá, egy donga, feltétlenül donga volt az attal. És ugye utána, most a Lackit meggyilkolták 1392-ben, mert Lacki ugye Anjou párti volt, és az Anjou harmadik Károly királyt támogatta a Zsigmond helyett. Most ugye a Zsigmond meg úgy került, ugye a luxemburgi Zsigmond, az egyébként Habsburg rokon is volt, és a Cillei, ugye először elvette a Mária királynét, aki Lajosnak volt a lánya. De Mária királyné valahogy lovas balesetet szenvedett, igen hamar, és Cillei Borbála lett a felesége Zsigmondnak. Ugye Cillei Borbála az körülbelül örökölte a felmenő atyának azokat a ravasz és kifinomult tulajdonságait, ami elég aljas politizálással igyekezett beleavatkozni a magyar ügyekbe. Cillei az nem magyar volt egyébként, hanem mindenki meg fog lepődni, oszták. Ugye Steyerországban volt az ő központja. Na mindegy, tehát Borbála ugye megszerezte magának Zsigmondot, és ezáltal a magyar trónt is, és Borbála királynőnek adta Zsigmond ezt a kis várat a budai központhoz. Az érdekes, hogy ugye az Anjouk ugye 1300-as évek elején a Robert Károly, amikor mint nápolyi Anjou a magyar trónra került, ugye neki kb. 20-30 éves csatározásokkal sikerült a hatalmát Magyarországon megszilárdítani. És amikor ez sikerült, ugye akkor ő Visegrádot építette ki magának rezidenciának, mert sokkal jobban biztonságban érezte magát egy ilyen magas fellegvár védelmében, és a nyugati útvonalak ellenőrzése mellett, tehát a hiteles helyet is, tehát az igazgatási központot is Visegrádra helyezte. Ugyanakkor Buda is, mint egy korábbi központ, hogy megmaradt fontos helynek, de ez igazából Zsigmond fejlesztette tovább, és ő került, ugye ő hozzá köthetők a budavári nagyobb késő gótikus építkezések is. Hát a Zsigmond korában, vagy Borbála korában tulajdonképpen valószínűleg, hogy az történt, amit bizonyítani is lehet, hogy ennek az egy kis helyiséget ketté osztották. Ez ugye arra utal, hogy itt valamilyen keresztboltozatos megoldást alkalmaztak, és feltehetően ekkor emelet is került rá. Tehát a palota részben, tehát ott fönn két szobának van helye, és építettek előtte valamit, amit értelmezésünk szerint valami fajta lodzsa lehetett, de ez se biztos, tehát ez is egy rejtély mindjárt, mert ugye még Valkó Arisztid első ásatási vázlatain során ugye ezt az oldalt úgy jellemezte, hogy négy oldalt körül kerített helyiség. Az érdekes módon, hogy ide egy ablak nyílt. Tehát az, hogy ablak nyílt, az arra utalt, hogy errefele nyitott volt. És az alapfalak pedig rendkívül mélyen voltak, tehát
lehetett könnyen egy lodzsának a lábazati fala, vagy az lodzsa oszlopainak az alapjai. Tehát nem lehet tudni. A másik oldalt viszont úgy jellemezte, hogy három oldalt körbezárt, mert ez az oldal ez ilyen leszakadós jelleget mutatott, és ott nem volt fal valahogy.